Egy 71 éves férfi búcsú levelet hátrahagyva tűnt el sátorai újhelyen. Egy hozzátartozója jelentette a sátorai újhelyi rendőrkapitányságon az eltűnést, valamint, hogy az idős úr végzetes lépésre szánta el magát. A sátorai újhelyi rendőrkapitányság munkatársai a sikeres adatgyűjtésnek köszönhetően kiderítették, hogy a férfi daganatos megbetegedésben szenved, levelében leírta, hogy még utoljára látni szeretné a napfelkeltét. Soron kívül intézkedtünk a forgalomszolgálat értesítésre, aki felvette a bejelentést, majd közben a járőrszolgálat elkezdte keresni a város területén, majd megpróbáltuk többször is elérni, hisz mobiltelefonnal is rendelkezett. A rendőrök nagy nehezen el tudták kérni egy idő után, amikor is felvette a telefont, továbbra is ugyanazt a nyilatkozatot tette, hogy nem kíván tovább élni, véget kíván vetni az életének, amennyiben közelébe mennek. Ha úgy van, akkor pedig mobiltelefonját a vízbe dobja. Ez azért fontos a később, mert innen tudták beazonosítani a kollégák, hogy valamilyen víz közelében van, és ezért is megpróbálták a sátorai újhely belterületén folyó Rongybapatak környékét tüzetesebben gorcsú alá venni. Az órákon át tartó keresés eredménye pedig az lett, hogy a férfit megtalálták a Liget tér környékén. Ahogy a rendőrök közeledtek felé, ellentétes irányba elkezdett menni, és továbbra is azt a nyilatkozatot tette, hogy véget kíván vetni az életének. Ennek kapcsán rendőrök fokozottan figyelve többször is figyelmeztették, majd megpróbálták tájékoztatni arról, hogy ez nem megfelelő magatartás, és addig tudtak ráhatni a folyamatos kommunikáció révén, hogy az idős férfi későbbiekben eldobta a kést, majd azt követően továbbiakban megnyugtatták, és a kiérkező mentőknek átadták. Ez azért is nagyon fontos feladat volt a rendőrök részéről, hisz egy ilyen idegállapotban lévő férfi bármikor véget vehet az életének, és úgy gondolom, hogy a rendőröknek fontos feladata az, hogy ilyen esetekben nyugodtan, kimérten és célzottan úgy kommunikáljanak a személlyel, hogy annak kapcsán a negatív irányú gondolatait megváltoztatták. Nagy Zsolt hozzátette még, hogyha ön vagy valaki a környezetében krízis helyzetben van, hívja a 116-123-as ingyenes lelki segélyszámot.